Susan Sontagnak van egy ilyen tök híres mondás vagy idézet, amit valószínűleg már hallottatok, hogy a fotózás az erőszak egy másik emberem, mert akkor megörökítem úgy, ahogy ő magát soha nem látná, és kimerevítem egy olyan pillanatba, amikor ő tulajdonképpen tárgy lesz egy felületen. Ez az első ilyen alkotói periódusom volt, ez az egész projekt, aminek van egyébként több sorozata is, de hogy ezek a legfontosabbak, vagy amiket már úgy mondhatok, hogy tényleg alkottam valamit. Szóval, hogy mind a négy fotósorozat, meg ez az egész időszak, ez nekem arról szólt, hogy különböző emberi kapcsolatokat vizsgáltam, meg hogy úgy... Nem is tudom, hogy a saját magammal való kapcsolatban, szóval kicsit egyébként egy önző időszak is volt, vagy ilyen terápiaszerű. Egészen pontosan azt az érzést akartam kifejezni, amikor így szarul vagy, otthon vagy a szobádban, és így fekszre rá egy helyben 5 órán keresztül, vagy nem tudom, TikTokozol, vagy bármi, és ez így külsőleg egy teljesen egy mozdulatlan állapot, és fejedben meg így és hogy így felrobban az agyad, és hogy igazából így erre az érzésre épül, mert hogy teljesen mindegy az, hogy mi az a dolog, ami ezt kiváltotta, de hogy szerintem ezzel mindenki tud azonosulni. Nagyon vizuális típus vagyok, és ilyenkor mindig, amikor becsukom a szemet, akkor így azt látom, hogy és ilyen rajzok, és minden így villog, nem tudom, ilyen Basquiat festmény az egész fejem, és hogy így kicsit erre az érzésre koncentrál ez a dolog, de hogy így nyilván mindenkinek az, amit ő bele akar látni. Ami nagyon beugrott erről a képről az, hogy egyszerűen nem tud hazudni, és hogy az a kéz van kiemelve, ami valahogy nem tud hazudni. Valahogy egyszerre boszorkányégetés és hajmosás. Minél többet nézem, annál jobban tetszik, úgyhogy nagyon... Köszönöm szépen. Mint mikor van az a pillanat, mikor még egy emberben nem lehet eldönteni, hogy most sírni fog, vagy nevetni. És az a sírás vagy nevetés előtti első vagy utolsó ilyen arcrándulás. Erőszak az, ami megszakítja az identitást. És onnantól kell újra építeni. Szóval bármi, ami olyan behatás, ez a Livinásznak a fogalma, ami úgy ér téged, hogy valamiért megszakítja a személyiségedet, és azt onnantól újra kell építened. Az ember egyszer abuzáló és egyszer abuzált, és ugye a kettő közötti térben van valahol. A fotósorozatokból így 3 különböző technikával készült. Ezt FaceTime-on fotóztam. Aminek az a lényege, hogy én Rómában voltam, és a lányok pedig Budapesten, és felhívtam őket FaceTime-on, és megmondtam nekik, hogy te ide állj, te oda állj, te oda állj, és megnyomtam a screenshot gombot, és ez abból született. Ez egy nagyon érdekes újdonság a 2021-nek, vagy ugye nem tudom, hogy az elmúlt pár évnek, hogy lehet úgy valakit fotózni, hogy nem vagy ott. Ezeket a srácokat megismertem októberben egy bárban, és kértem tőlük egy gyújtót, mire előhúzták a táskájukból a parókáikat, és azt mondták, hogy képzeld el, mi holnaptól dragqueenkedni fogunk, és 17 évesek vagyunk, és nem tudom, és hogy így ez az új hobbink, ennyit tudtam róluk, és soha többé nem találkoztunk, csak követtük egymást Instagramon, és gondoltam így fél év után, hogy írok nekik, hogy nem akarják, hogy lefotózzam őket. És így annyi választ kaptam, hogy de. És akkor így átültem neki a címet, hogy nem tudom, Viantonio Pacinotti, ide gyertek, és így mondták, hogy jó. És így tökre nem tudtam, hogy mire számíthatok, mert tényleg ennyit tudtam róluk, hogy van egy parókájuk. Szóval ennek ez a története, és ez inkább arra koncentrál, hogy így nyilván, hogy az ember a saját magával lévő kapcsolatát kutatja. Hogy szerintem az kicsit így természetes, hogy bizonyos dolgokat még úgy az ember, ami nagyon új, nem tud egyből befogadni. Az ember mindig letagadja azt, hogyha valami nagyon új vagy nagyon szokatlan. Akkor az utolsó képsorozat igazából ezt már tudatosan, amikor úgy összeállt a fejemben, hogy ez egy időszak volt, akkor ezt már tudatosan annak a lezárására csináltuk.
talán ez a legönzőbb képsorozat az összes közül. Igazából tényleg ezt fejezi ki a nem kívánt emberi kapcsolatokat, akár egyébként ezt tehet mondjuk verbális és nonverbális úton is értelmezni szerintem. Szóval ugyanúgy benne van az, hogyha valaki elkezd hozzád beszélni a buszon, és te nem akarod, hogy beszéljenek hozzád, de nem mered megmondani, mondjuk azt is ugyanúgy magába foglalhatja. Úgyhogy vettünk ilyen gyerekeknek való festéket, ami kifejezetten arra való, hogy újra lehessen festni. Biztos, ami biztos. És akkor igazából ebben volt inkább egy ilyen terápiaszerű dolog. Akkor nem tudom, tudom, hogy egy-két hét múlva elmegyek, nem fogjuk látni egymást hónapokig, úgyhogy hogy mondjuk ez az az ember, akivel a leginkább tudtam alkotni, és akkor ennek volt egy lezárása meg, hogy ez szerintem tényleg olyan dolog, amivel a legegyértelműbben mindenki tud azonosulni, és hogy nagyon könnyű ez alapján elindítani egy beszélgetést emberekben, ami szerintem sokkal fontosabb lenne, mint amennyit foglalkozunk vele. Én oda teszem a kezemet, ahol nekem fájt, hogy valaki hozzám ért, és ott hagyom rajta a lenyomatomat.